Vendégségbe várták a környékbelieket Rónafalura szeptember 24-én, kapcsolódva a magyar hagyományokhoz. A népszokások szerint ebben az időszakban a betakarítás és a szüret kezdetével gyakran vendégeltek meg távolabbról és közelebbről érkezőket egy-egy településen. Nekem már is jó. Nekem is jó. A rónaiak meghívását sokan elfogadták, nem csak a közelebbi Ceredről, de a távolabbi Zubogyról és határon túlról is érkeztek delegációk a vendégváró napra. Őket hagyományos ételekkel fogadták, valamennyien leülhettek a mindenki asztalához is, ahol süteményekből és helyi különlegességekből sem volt hiány. A kézműves sportékek vására mellett a fiatalabbak lovagolni tanulhattak, miközben a kicsit idősebbek az íjászattal is megismerkedhettek. Ez a kis település rész mindig arról volt híres, hogy vendégeket szeretünk fogadni. Szeretjük, ha itt minket megnéznek, megnézik a csodás kilátásunkat, a jó embereket, a kellemes hangulatot, a jó ízeket. Fogalmazta meg a szervező Róna faluért baráti társaság nevében Molnár Imréné, az egyesület elnöke a megnyitó ünnepség keretében. Egy város életében nagyon fontos, hogy kisrész települések, városrészek meg tudják tartani identitásukat, és ezt minden évben tudják gyakorolni. A kisebb település részeken működő közösségek kiemelt szerepét hangsúlyozta Fekete Zsolt polgármester köszöntőjében. Rónafalu meg annyi értékkel büszkélkedhet, ezt már Becsó Zsolt országgyűlési képviselő mondta. Ezen értékek népszerűsítésében fontos szerepet játszik a szervező egyesület, mely immáron 16. alkalommal szervezett vendégséget a település részen. Az ő munkájukat méltatta Skuci Nándor, a megyei közgyűlés elnöke is. A vendégség fontos része volt a zene is, az érdeklődőket színes kulturális műsorral várták. Magyar vagyunk, magyar!